Sziasztok! Dézsi Fruzsina a Helyzet Ura című színdarab kezdeménnyel pályázott a Nyílt Fórumhoz, és be is került, és én meg Selmecibe a dramaturg vagyok, és együtt fejlesztjük a színdarabot, azért, hogy lehetőleg nyár végre egy bemutatókész állapotba kerüljön. Fruzsi, tudnál magadról pár szót mondani? Sziasztok! Dézsi Fruzsi vagyok. Tulajdonképpen az eddigi tanulmányaim viszonylag szerteágazóak. Drámaírást és magyar szakot is végeztem, az előbbit Marosvásárhelyen, és most pedig társadalomtudományt tanulok az ELTE-n, ezen kívül pedig tagja vagyok a társadalomelméleti kollégiumnak is, és éppen ezért a szövegeimben többnyire hangsúlyos a társadalomtudományi vonal, de ez majd ki is fog derülni a későbbi beszélgetésből. Ismertetnéd pár szóban a témát, mert ugyan én ismerem, de a nézők ugye csak két jelenetet látnak belőle, és akkor nem biztos, hogy összeáll az egész történet számukra. A Helyzet Ura az tulajdonképpen egy kétszintes dráma, a Mennyországban és egy fehérjefeldolgozó üzemben játszódik. Az alapszituáció, hogy Isten úgy dönt, ismét megkíséri megváltani a világot, Jézus pedig éppen a magyarországi keresztény demokráciába készül beleszületni. Tehát nem titkoltan egy elég politikus szövegről van szó, a keret tulajdonképpen két politikai beszéd is, és mindkettő több Magyarországon elhangzott szövegből van összevágva, ezzel is modellálva, hogy a politika nyelve az elmúlt 100 évben gyakorlatilag semmit nem változott, a mondatok tökéletesen összeilleszthetők egy új, egy értelmes szöveg egészé. Maga a cselekmény pedig egyszerre igyekszik követni a bibliai megváltás motivumokat és a magyarországi osztályszerkezetet, bár ez a két ív természetszerűleg többször is összeütközik. Ez ugyanis egy vidéki kisvárosi történet, ami talán egy szórósabb pillantást enged bizonyos rétegek, mondjuk úgy feltőkésítésére, és az alávetett osztály, különösen a munkás osztály uralását szolgáló politikákra, de persze ezeknek a dolgoknak az explicitsége rendkívül változó. Talán ami a legélesebben kitűnik az, hogy milyen emberi, milyen individuális következményei lehetnek annak, hogyha egy országban a normatív szociális ellátásokat tulajdonképpen teljes egészében lemondunk, mert ez írtózatosan kiszolgáltatottá teszi az embereket, és tulajdonképpen ez a fajta kiszolgáltatottság és függés van beékelve ebbe a megváltás történetbe. Hogy érzed az eddigi tapasztalataid alapján a Nyílt Fórum milyen segítséget tudott nyújtani a darab fejlesztésében? Hát azt hiszem, hogy a szöveg az elmúlt néhány hónapban az főként a finomságában fejlődött. Én ugyanis egy már-már kiáltványszerű szöveget nyújtottam be a dramaturg céhez, és persze a sok beszélgetés meg a mentorprogram révén vált ez tulajdonképpen dramatikus és színházi szövegé. A szituációk élen nem feltétlenül csorbult, hanem inkább csak hozzáadódott az irónia, most már nagyon meghatározó regisztere. Rengeteg hasznos ötletet kaptam a nyíregyházi állomáson is, ezeket a szövegkívánalmai szerint igyekeztem beépíteni, emellett dalokat is írtam a szövegbe, ami nagyon izgalmas volt, mert még soha nem próbálkoztam hasonló szerkezettel, és így, ha nem is egyfajta revide, valami arra hajazó szöveg szerkezet alakult ki, és itt főleg arra törekedtem, hogy ezek a zenei betétek ott tegyék játékossá a szöveget, ahol például kezdene betokozódni ebből az előfelvázott alapszituációból eredő nyomasztás. Hogy ez sikerült el, hát az majd valószínűleg az utolsó állomáson fog kiderülni. Igen, erre még van időnk szerencsére, és azt mondd még meg, hogy most ugye a megváltozott körülmények miatt nem jutottunk le Debrecenbe a Deszka Fesztiválra, hanem online zoomolva tartottuk a köztes fordulót, amiért mindannyiunknak egy elég bizarr történet volt. De azt mondd meg, hogy profitáltál ebből valamit, és ha igen, akkor mit? Hát igazából elsősorban amiatt örültem, hogy mégis valamilyen módon meg tudott valósulni ez az alkalom, mert így lehetőségem volt a szöveg mondhatóságát, de még inkább a humorát leteszelni, hiszen persze rettenetesen sokat elárul a színészek öntudatlan reakciója egy-egy mondatra, és hát még többet a felmerülő kérdések, amik ezért nagyon pontosan rá tudnak világítani hiányokra, ködös pontokra, és hát még elvégzendő munkákra. Volt is ilyen.
Én itt tulajdonképpen a dinamikát és a játékosságot szerettem volna így teszt alá vetni, hogy az a ritmus és az a számtelenség, amit én szerettem volna belekódolni a szövegbe, az mennyire érezteti magát valójában. Az bizonyos, hogy a darabból van mit húzni, és van egy-két olyan motívum is, aminek a picit konzekvensebb használatán még érdemes dolgozni, hogy a következő hetekre tulajdonképpen meg is van a programunk.